Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a Nap és Jupiter bolygó együtt hat. A Nap az a fény, tehát megvilágít valamit, tisztán látod majd a dolgokat. Jupiter bolygó az a szerencse bolygója, tehát szerencsét hoz, és megvannak most ezek a lehetőségek. Jupiter bolygó hatása alatt gyakran az igazságról van szó, és a Nap most kihat erre, tehát kitisztul valami, láthatóvá tesz valamit, kiderül az igazság. De Jupiter bolygó kihathat egy bírósági ügyre is, ami most láthatóvá lesz, itt is kiderül az igazság. És most bepillantunk a kártyák világába. Egy szerelmi jóslás. Itt te vagy látható, amennyiben egy hölgy vagy. A kezedben van ez az arany érem. Átnyújtod másoknak, tehát adakozó vagy. Ez nagyon szép, és nagyon jó, jót tesz másoknak is, de azért ügyelj arra, hogy mások ezt ne használják ki. Itt nem csak anyagiakról lehet szó, hanem a munkádról, az energiádról, az idődről, hogy másoknak nyújtasz valamit, ha ezért megkapod az elismerést, vagy megköszönik neked, akkor minden jó. De ha úgy érzed, hogy mások rabolják az idődet, az energiádat, kihasználnak téged, például a munkahelyen, mert sokat dolgozol, te vagy mindig, aki ad valamit, és nem kapsz köszönetet érte, akkor változtass valamit ezen a helyzeten. Itt van egy jéghegy, és néha úgy érzed, hogy nem tudsz megkapaszkodni, lezuhansz. Viszont, ha van a melegség, vagy a tűz eleme, akkor ez a jég átalakul vízzé, és akkor úgy előre folyamodnak az események. Ha benne vagy egy bizonyos helyzetben, amikor úgy érzed, itt nincs kiút, nincs kapaszkodás, akkor ügyelj a tűz elemére, figyelj arra oda, ami téged lelkesít, és akkor átalakulnak az események, átalakul valami. Ez utalhat a párkapcsolatra is, hogy ő jelenleg olyan hideg, rideg, de ha te olyan tüzesen, szenvedélyesen közeledsz hozzá, akkor ebből a jégből víz lesz, és a víz az utal az érzelmekre, tehát változtatja akkor a tartását, és kimutatja az érzelmeit. De mielőtt döntéseket hozol, tekints befele, gondolkodj el azon, hogyan tovább. Ez a kép utalhat rá is, hogy számára most minden olyan sok, olyan kimerült és fáradt. Itt fel kell neki állnia. Te adakozó vagy, de azért ügyelj arra, hogy nehogy kihasználják ezt. Itt valami olyan hideg-rideg, ahol nincs meg ez a tartás, nem tudsz itt megkapaszkodni valamiben, húzódj vissza, meditálj valami felett, és akkor meg lesz a belső nyugalom. Amennyiben párkapcsolatról van szó, lehet, hogy ő most kimerült, fáradt, visszahúzódó, kicsit rideg-hideg, de olyan melegséggel közeledj hozzá. Itt is arról van szó, hogy adakozó vagy. Ez egy jó tulajdonság. Ha köszönetet kapsz érte, akkor minden rendben van.
Viszont ha mások ezt kihasználják, akkor változtass ezen, és gondolj magadra. Itt az érmék láthatóak, tehát ez lehet anyagi helyzet, vagy utalhat a munkahelyedre, jelentheti az értékeket is, hogy te adsz valamit, ami tulajdonképpen értékes számodra, és a gyermekek jelenthetik a családot, a gyermekeket, de utalnak gyakran egy új kezdetre is. Ha úgy érzed, hogy mások elvesznek tőled valamit, akkor változtass ezen. Itt is látható egy új kezdet, hiszen eddig minden olyan szükös volt számodra. Itt voltak korlátozások, azon kívül félelmek, bizonytalanságok. Most lesz egy új irány, kilépsz ebből a helyzetből, és itt kisüt a nap, tehát jóra fordul minden. Ez a kép is a változásokra utal, hiszen eddig benne voltál ebben az erdőben, és kerestél egy kiutat. Most megvan ez a kiút, és itt megtaláltál valamit, mégpedig ezt az arany érmét. Ez utalhat az anyagiakra, hogy javul az anyagi helyzet, vagy jelentheti a munkát, a hivatást, és itt lesz egy kiút, egy változás. Amit ez a kép még jelent, hogy megtaláltad a saját értékeidet. Légy ennek tudatában. Ez a kép utalhat a családra, a család alapításra, hogy valaki adakozó, vagy te adsz valakinek valamit, de van szimbolikus jelentése is, hogy ügyelj arra, hogy mások ne használjanak ki téged, és ügyelj a saját értékeidre. A gyermekek utalhatnak egy új kezdetre, itt is látható a változás, van egy kiút, van egy lehetőség, ugyanúgy, mint az erdőből is van egy kiút, és megtalálod a saját érmédet, a saját értékeidet. Ez is egy új út, egy új irány, de ez nem kifele mutat, nem a külső lehetőségeket, hanem egy belső utat, egy spirituális területet. És tulajdonképpen itt belül vannak az értékeid. Itt látható a nőies, a férfias energia, a belső egyensúly, az elemek, a tűz eleme, a víz eleme, a levegő eleme, a föld eleme, és a hold, a nap hatása. Tehát ez a kártya szintén azt jelenti, hogy te egy spirituális úton haladsz. Te ezt a tehetséget felfedezed most magadban, de még bizonytalan vagy. Mi történik akkor, ha előre lépsz? Megvan a talaj a lábad alatt, a biztonság, vagy lezuhansz a mélybe. A képek azt jelentik, hogy megvan a tehetséged, hogy a spirituális területen legyen egy új kezdet, és elindulhatsz ezen az úton. Akkor is, ha ez a kép még a bizonytalanságokra utal, a tehetséged megvan itt, tehát ne légy bizonytalan, hanem menj ezen az úton, hiszen itt megvan a tudás, a bölcsesség. És én kívánok neked sok sikert ezen az úton, és kívánok egy szép napot. Nagyon sok szeretettel, Dendera!